több szempontból is szükségesnek éreztem ezt a filmet bemutatni. Elsősorban engedjék meg, hogy egy személyes volt, hogy ezt is mondjak. Úgymond Sára Sándor, nagyon idézőjelben mondom, gyerekkori ismerősöm, mert én is Túrán lakom, és minden nap, amikor bementem az általános iskolámba, akkor mindig így a falon elintároló Sára Sándornak a képe, és ahogy éppen rendezze a 80-20 című filmét. Tehát meg nagyanyáimtól is hallottam történeteket, mert állítólag elemi iskolában osztálytársak voltak, tehát ezért fontosnak tartottam, Gát is nagyon szeretem, de ezért fontosnak tartottam, hogy Sára Sándorról beszél. Illetve akkor térjünk rá az előadásom anyagára, hogy miért is érdekes számomra ez a film. Ugye azért, mert Sára Sándor alapvetően egy úgymond komoly rendező, aki mint egy interjúban is kifejtette egyszer, kifejezetten azokra a témákra megy rá, amelyek a társadalom elől úgymond elrejtettek, amiről nem beszélnek az emberek, és hát a múlt fehér foltjait, vagy fekete foltjait szeretné föltérképezni. Ezt láthatjuk is az ő filmjein, mind a dokumentumfilmjeiben ugye rámutat a cigányoknak a nyomorúságos helyzetére, vagy például ugye a Krónikában a második magyar hadsereg hősiességét mutatja be, amiről ugye sokáig nem volt szabad beszélni, mert ugye a Kádár rendszerben ez úgymond az egész második világháború és a Horthy rendszer egy ilyen tabu téma volt. De ugye ez a film abszolút nem ideológiai, tehát. Aztán ugye a nagyjáték filmében is ez a diktatúra és az elnyomás, illetve a történelem és a társadalmi folyamatoknak a hatása az egyszerű egyénre, tehát kifejezetten ilyen egyszerű emberek jelennek meg a Sára Sándor filmjében, úgy veszem észre. Itt látható is felkerül a táblán. És szerintem az operatőri munkáikban is megjelenik ez, mint egyik interjúban szintén Sára Sándor kifejtette, hogy ő általában olyan filmeket vállalt el, amik neki is tetszettek. Tehát amit úgy érezte, hogy összepasszol az ő világlátásával, és amit valóban ilyen a saját rendezői hitvallásával egynek érez. És ezeken is látszódik valóban, most így önkényesen kiválasztottam párat, hogy ezeken is megjelenik ez a tematika, hogy az egyén felelősségvállalása, az egyén és a társadalmi folyamatoknak a kapcsolódása. És akkor hát itt van ez a Holnap lesz Svájcán, ami ugye van egy 1975-ös filmvilági interjú, amiben szintén rögtön ezzel kezd az interjú készítő, hogy most végül is mi ez a film, hiszen szatirikus, humoros, jelenben játszódik, és végül is az egész egy ilyen dunaparti vagy dunaszigeti sztorit mutat be. Jönnek nyaralók és megpróbálnak egy ilyen szervezett nyaralást vagy kempinget, víkendet. Nem is igen, mert ez több hétig játszik, legalábbis így érzik elő a néző. És hát ez ugye erősen elütött tőle a úgymond komoly életműtől, attól a történelemelemző, társadalomelemző életműtől. Viszont én mégis arra keresem választ, hogy mégis hogyan illeszthető ez be ebbe az életműbe, ez a Holnap lesz Svájcán. És itt a rendezőt idézem is, hogy ebben a témában könnyebb volt egy jelenkori helyzetet választani, és hát igen, ezt majd meglátjuk, hogy miért. Szükségesen tartok egy ilyen gyors történelmi talpalót, én gyors leszek. Ugye ez a film ugye 74-es, 75-ös film, jól tudjuk, hogy melyik közegben játszódik, a Kádár korszak. Ugye itt a szabadság azt leverése után van egy ilyen átmeneti időszak, amikor ugye az emberek megpróbálják így, tehát úgymond a társadalomnak az átnevelése, az emberek így megpróbálják így feldolgozni azt, ami történt a múltban. És ugye ekkor 63-ban, ez az évszáma szokták kötni, ekkor amnestia, reformok indulnak meg, és egy ilyen prosperáló gazdaságilag és művészileg is felívelő korszak jelenik meg a 60-as években, ugye ebből fejlődik ki a magyar új hullám. Aztán jön 68-as dátum, amikor
még mindig reformok, ugye az új gazdaságmechanizmus ekkor kezd el kibontakozni. Tehát látszó, hogy minden rendben, azonban az értelmiségek elkezd érezni, hogy valami mégsem jó ebben a rendszerben. Főleg ugye a betétes hullámok miatt, ami következni. És hát van ez az 1974-es dátum, ami ugye a filmhez is köthető szerintem, amikor a reformok megtorpannak, és hát elkezdődik egy ilyen visszatáncolás, úgymond. Ugye az új gazdasági mechanizmusnak a kidolgozóit is így hát óvatosan eltávolítják. De ezt ugye a társadalom nagy része nem érzékeli még. Ez csak 1979-től fogja igaz el, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy az egész rendszer hazugságokra épül, és úgymond tartatatlan. Ez a jólét, ez csak egy látszólagos dolog volt. És ugye ebben a rendszerben hol helyezkedik el a film? Ezt a három tével szokták jellemezni, amikor is van társadalom kritika, és megengedett a társadalom kritika, de csak bizonyos keretek között. Tehát a rendszer elvárja a párbeszédet, úgymond ebből fejlődnek ezek a cselekvő filmek, de azért mégis vannak tabu témák, amiket nem nagyon szabad érinteni. De még ez a 60-as évek, ez egy ilyen nagyon megengedő korszak volt. Ugye a feldobott kő is ennek egy, hogy mondjam, eredménye, hiszen az 50-es évekről van benne szó, és hát elemzi azt, hogy a művésznek milyen lehetőségei vannak ebben az elnyomó diktatórikus közegben. Na, és akkor itt jön a 68-as váltás, amikor ugye megjelenik Magyar Dezsőnek a filmje, ami az agitátorok, ami erre a reform folyamatoknak és az ellenkultúrának az elbukására. Tehát nem csak a kelet-európai közegben, hanem úgy általánosan az egész közegre reagálnak. Ez is egyfajta, hát nem parabolának, hanem ilyen történelmelemző filmnek fogható föl, hiszen a tanácsköztársaságon belül elemzi ezeket a 68-as eszméknek a bukását. És ugye ezt a filmet betiltják, és innentől kezdve elindul egy lavina, ahonnan ugye a magyar film is elindul egy ilyen, hogy mondjam, lejtőn, mármint nem művészileg, hanem megítélésben. És ehhez a korszakhoz kötődik főleg, hogy innentől kezdve már egészen másként szabad beszélni. És ebből megjelennek ilyen egyéb stílusirányzatok. A dokumentarizmus, ami egy részleges társadalmi kérdésekkel foglalkozik, de már sokkal kíméletlenebb, mint a cselekvőfilmek. Aztán vannak egyes szerzők, akik elfordulnak ettől az egésztől. És van ez a két nagyon érdekes irányzat, aminek kapcsolódási pontja is van. Ugye a parabolák és a szatirikus és grotesz stilizáció, melyek azt mondják, hogy nem beszélünk közvetlenül a problémákról, viszont ott van az elsődleges jelentés mögött egy másodlagos rejtett jelentés, és ez jelenti majd ennek az egésznek a magját. Na most ugye, annak az fázisa szerintem ehhez tartozik, egy parabola és egy szatíra is egyben. Nem szeretnék én se ilyenekbe bocsátkozni, hogy most hatás, összefüggés vagy ilyesmi. A rendező talán megerősíti, vagy elutasítja, hogy látta ezeket a filmeket egyáltalán. Nem amellett akarok tehát érvelni, hogy ezek közvetlenül hatottak, de én úgy érzem, hogy ezekkel hasonló, tehát van kapcsolódási pont a filmek között, mert egy hasonló diktatúráról beszélnek, és emiatt én úgy gondolom, hogy összehasonlíthatóak. Most egy nagyon rövid ilyen talpalat, hogy miért. Ugye mind három filmben a ünnepségekről és vendégekről, a tűzbombában és a Holnap az Fecenban is egy ilyen nagyon jellegzetes paternalista vezető figura, aki nem nyílt diktátor, de azt szeretné elérni, hogy a kedvére ölelhesse az embereket, és uralkodhasson felettük. De viszont ilyen nagyon nyálaskodó, ilyen magához édesgető figura, aki kérdez, de valójában üldött. Tehát kíváncsi a véleményre, de amúgy nem érdekli valójában a vélemény. Aztán nagyon jellegzetes a mindhárom filmben ez az rendszer, ami a parabolákra is jellemző, hogy van egy körülhatárolt tér, amin kívül igazából nincsen, tehát nincsenek ilyen társadalmi utalások, hanem ez egy zárt rendszerként működik, egy modellként.
Az első filmben ugye ilyen egy erdei tisztes, a Forman filmében ugye ez a bál, és hát a Sára Sándor filmében pedig ez a kis sziget képezi ezt az átrendszert, mivel ugye beözönlenek az emberek, a nyaralók, és de ezen kívül a külvilággal nincsen kapcsolatuk. Tehát ez itt egy zártan működő mini társadalom, vagy nem is társadalom, hanem egy mini Magyarország, ha mondhatom ezt. És ugye rengeteg hasonló motivum, például ezek a kényszer zabálások, és a különféle versenyek, amelyek ugye nagyon-nagyon hozzátartoztak a Kádár rendszerhez, hiszen rengeteg hát én ugye nem értem benne, de a szüleim rengeteget meséltek az ilyen úttörő rendezvényekről, meg az ilyen kötelező versenyekről, és ebben az étkezés szimbolizálja főleg ezt. Részt kell venni ezen, meghívják a vendégeket, és ha akarnak, hanem ott kell lenni. A holnapos Fácánban van is egy ilyen, ugye egy pára főszereplő tulajdonképpen, akik passzívak, de azért ők a főszereplők, és ők távol szeretnének maradni ellentettől a rendezvénytől, viszont a Kozma, aki a diktátor, akit láthattunk is itt a iszabirkózásban, ő mondja, hogy jöjjenek, meg vannak kívül a vacsorára, mert ott is otthon vannak, és akkor ugye eljátszanak ezzel a szójátékkal, hogy de itt is otthon vagyunk. Tehát ugye ez a kettősség, hogy az egyének nem lehet magánszférája, jönnie kell és részt kell vennie ezekben a rendezvényekben, ha akar, ha nem. És hát a téma is ez, ahogy a Sára Sándor is mondta az egyik interjúban, ez az egész film a túlszervezettség, a hierarchizáltság fogalmát járja körül. Ezek a rendszerek tipikusan ilyen túlszervezett rendszerek, tele van bürokratikus intézményekkel, és nagyon erős hierarchia van, még akkor is, hogyha ugye azt hirdették, hogy valójában osztályegyenlőség van, de igazából volt egy vezető, aki meghúzódott azért a háttérben, de reprezentáltatta magát rendezvényeken, és hát azért mindig kiemelkedett, ahogy látjuk. Itt a honlap ezt látszani, annyira nem látszik talán, de ott az asztal főnél ugye az ott a Kozma, tehát a vezér. És hát van ugye a Forman filmjében is egy ilyen szépségverseny, ami ugye a Holnap és Fácánban is megjelenik. Mind a kettő ezt a diktatúrának ezt a kényszerítő jellegét szimbolizálja. Tehát részt kell venniük, ezek a tipikus ilyen egyen mozgásokra épülő kötelező rítusok úgymond jelennek meg ebben. És hát a paraboláról már végül is beszéltem. Az a lényeg, hogy zárt rendszerekben működik az egész. Bizonyos típus figurákat működtet, tehát nem húsvér emberek, hanem inkább modellek jelennek meg benne. Valamit reprezentálnak, és egy nagyon célzott dialógusok jelennek meg benne. És erre is jellemző, ahogy a szatírákra is, hogy megjelenik bennük egy ilyen absztrakt, abszurd elem, amiben bővelkedik is a honlap az Fácán. És hát két csoportja vannak a történelmi parabolák, ugye ez a Jancsó filmjei, vagy az említett Kósa Ferencnek is rengeteg filmje az ítélet, ami nincs idő például. És hát a jelenkori parabolák ebből ugye a külföldi mintakép szerintem a teoréma, és mint már említettem a Tűzombogán, és ezen felül még ugye a Gálnak a magas iskolája is például ugye sorolható a jelenkori parabolák közé, ami szintén nem mellőző, hogy ezt a groteszk ironikus hangnemet, illetve a szatirikus világlátással. A szatírek pedig hát szintén egy hétköznapi világot nagyítanak föl, és valamilyen absztrakciabb jelentést is megfogalmaznak maguk mögött. Csak ez viszont nem modellekben gondolkodik általában, hanem egy részterületre irányul rá a figyelmük, a hétköznapiság uralkodik ezeken. És hát a Holnap az Fácán ezt a két nézőpontot egyesíti. Most én tényleg meg nem szeretnék ilyen tehát én sem szeretném azt, hogy most rámondani valamire, hogy ez és ez. Bizonyára a rendező úrnak is volt egy elképzelése, hogy ez a film miről szól, és hát el is olvastam egyik interjúban, hogy miről szól. Tehát majd ezt vagy megerősíti, vagy megcáfolja. De én tényleg ezt nagyon erősen úgy éreztem, hogy egyfelől a Kádár rendszernek a működés módját mutatja be ezzel a modellel és a típus figurákkal. Ugyanakkor szerintem én éreztem benne egy ilyen 1968-as allegóriát is, amit említettem itt az amfiteátrok kapcsán.
Illetve hát egyértelműen ez az univerzális értelmezés, és szerintem ezért nagyon jó az a film, mert tulajdonképpen működik ezek nélkül az ideológiák nélkül is, a mára kivetítve is. De akkor nézzük, hogy végül is miről is szól tulajdonképpen. Tehát a kádárrendszer az allegória, itt kiemeltem egy ilyen bizonyos figurákat. Nem fogok mindről beszélni, a legtöbbet említem meg. Ugye van ez a pár, szerintem ők nagyon erősen ezt az új baloldali értelmiségét képviselik, akik ebben az egész 68-as játszmában, illetve ebben az egész rendszerben is egy ilyen passzívabb álláspontot képviseltek. Ugye a 70-es években sokan beszélnek arról, hogy így az értelmiségi elhallgatott, vagy korrumpálódott, vagy passzivizálódott. Hát náluk is ez a folyamat figyelhető meg. Ugye először kívül állnak, utána egyre jobban bevonulnak a rendszerbe, aztán amikor látják a rendszernek a diktatórikusságát, az egyik csónakos jelenetnél, amit már meg is fogok mutatni, ott ugye a pár férfi tagja az fölfigyel, és föl is szólalnak, hogy mi ez a diktatúra itt, amit csinálnak. És végül is ezek így szép lassan a rendszerhez ilyen hűbb figurákkel válnak. Tehát a végén már ott leülnek, és akkor részt vesznek ezekben a vacsorákban, és inkább ilyen passzívabb figurákkel válnak. Ezzel szemben ugye ott vannak a radikális fiatalok. Ugye a fiatalság képviselt ebben az időben ezt a radikalizmust, ugye a rockzene, hosszú haj, hippiség, ellenkultúra, minden. És hát ugye nekik a szertelen játékuk jelenik meg a filmben, bejönnek ott az elején, és ők csak tüzet raknak, buliznak, meg minden. A párnak ez szimpatikus is, tehát ez még nem zavarja őket, ez még számukra elfogadható lenne, ez egyfajta ilyen kommuna jelve. Ez is kötődik a 68-as értelmezésen, hogy ez az egész ilyen kommuna jelleget öltenek. Viszont ugye egyszer csak megjelenik így a semmiből szinte a Kozma, akit a Szirtes Ádám alakít, egy kicsit meghízott formájában már. Ő egy ilyen paternalista, atyáskodó vezért alakít, aki így belefolyik szépen az emberek magánéletébe, de nem igazi diktátor, hanem így hívogatja őket, hogy nem zavarok, jöhetnének, és akkor... De a hangjában érződik a kötelezettség, hogy nem kényszerítelek, de hogyha nem jössz, akkor hát megvesznek a következmények. A nője az pedig egy ilyen tipikus, elvakult, dogmatikus figura, aki mint a végén látjuk, ott letolgatjával el a férfi egy másik nőnél, és akkor megfenyíti, hogy bezzeg én jutottalak a hatalomra. Ugye ez talán annak a figurának a szimbólum, aki ugye a kádár mögött is ott állhattak valószínűleg, de erről még abszolút nem lehet semmit tudni, valószínűleg sem. Vannak ugye ilyen ideológusok, van a professzor, aki szerintem egy ilyen kultuszminiszter képvisel, aki az elején így utasítja a szereplőket, hogy jöjjenek ki a vízből, hogy ezt a párt, viszont így jól el is beszélget velük, tehát így egyet is tud velük érteni. Egy ilyen közvetítő szerepet játszik, úgy gondolom. Mint az milyen az acél is lehetett meglátásom szerint, persze. Erről szintén szerintem a rendező sokkal fontosabb képet tudna adni. És van egy filozófus, aki egy ilyen rendszerű ideológus. És hát vannak rendszerű figurák, ilyen az úgynevezett intézményes ökör, aki egy ilyen rendszerű fiatal, aki a hippikkel szemben ezt a bólogató kutyát képviseli, aki mindent helyesen, amit a rendszer csinál, és egyáltalán semmilyen kritikai meglátása nincs. És vannak a csónakos partőrök, akik szerintem ezt a munkásőrséget képviselik. És akkor még gyorsan arról, hogy milyen motivumokban jelenik meg ez a kádári rendszer. Először is ez az intézményesítés, ugye mindennek van intézménye, ugye néptornatér, hát az egyértelmű, ez a nép, ez nagyon népszerű volt a kádár rendszerben. És van egy ilyen múzeum, ez nagyon érdekes egyébként, ahol magyarázzák, hogy minek mi a jelentése. Ugye ez szerintem egy... Lehet, hogy ez nagyon belemagyarázás, és mondhatja a rendőző, hogy gondoltok fene, de szerintem ez azt képezi le, hogy
56-ban milyen párbeszédek voltak akkor, hogy 56-ok megmagyarázták, hogy igen, ez ellenforradalom volt, és ezt ellenforradalomnak kell tekinteni. Itt is rámondják tárgyat, hogy mi micsoda. És talán van olyan, ami nem is az, ami valójában. Erre már utaltam, hogy 68 allegória. Tehát ez megérkeznek a szigetre, ekkor még egy ilyen idealizált kommuna jelleget volt az egész, aztán szépen átmegy ilyen agresszióba, ilyen túlszervezett dolgokba ez az egész, és hát ugyanaz jön ki, hogy egy alternatív társadalmat akarnak megteremteni, de ez az alternatív társadalom is egy társadalom lesz. Tehát ugyanúgy, és ez már átvisz az indirekt, vagyis ez az univerzális értelmezésbe, hogy minden ilyen szerveződés, ami embereket tömörít, az szükségképpen az embereknek a jogait is sérti valamennyire, hiszen ha nagyobb közösségben vagyunk, akkor már nem lehet azt csinálni, amit szeretnénk, mert ott már több érdek ütközhet, és ezért bejönnek a jogok mellé a kötelezettségek is. És akkor még egy ilyen... Tehát szerintem ez a film nagyon is beleillik ebbe az életműbe, mert ugyanúgy egy történelmi folyamatot fejt ki, tulajdonképpen az jelenik szerintem meg ebbe a filmbe, amit az a második világháború után történt, egészen eddig a film 1975-es évszámáig, és végül is egyfajta ilyen jövőbelátást is jelent ez a film. Szerintem a filmnek ez a záróképe. Mindegy, szóval így is látszik valamennyire szerintem, hogy ugye ez a kiürült sziget. Tehát elmennek erről a szigetről, ezzel ér végét a film, és egy szeméthalmaz lesz az egész. Ugye, ha Kádári olvasatban maradunk, akkor ez már valamennyire a rendszerváltást vetíti előre, szerintem. És hiszen az egész rendszer összeomlott, nem sikerült, egy nyári folyamat volt az egész, és ez a Holnap lesz Fácán a cím is erre utal, hogy ma nem lesz Fácán, holnap lesz Fácán, ugye ez a vadászatra vonatkozik itt, egy ilyen anekdotába szőttem, de ez nagyon érvényes ugye ezekre az utópiákra is, mind a 68-asra, mind a kommunista utópiákra, hogy hiába beszélünk róla, meg hiába akarjuk ezt megvalósítani, valójában az egész csak egy ígérgetés és utópia, és hát a Fácán az elrepül, nem tudjuk elkapni. És akkor még egy nagyon-nagyon utolsó konklúzió, tehát mindennek a konklúzióját, és szerintem lehet egy ilyen sort elvívani a rendezőnek a filmjéből, hogy míg a felvallottja az FNSZ-i diktatúráját tárgyalja, a Holnap lesz Fácán a Kádári volt diktatúrát, addig a Tüske és a Tüske a köröm alatt az egy nagyon hasonló sztorit jelenik meg, ott is ugye van egy művészember, de ez már nem szatírot, ez egy komoly történelmező film, ott van egy művészember, aki szintén távol akar maradni ettől a régi 50-es évek pártkederi közegétől, de ez egyébként már a jelenben játszódik, és itt is egy ilyen régi AVH-s tiszt, azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy AVH-s tiszt szeretné bevonni a köreibe ezt a művészt. Tehát ott is erről szól a dolog, hogy nem engedi a nagy történelmet vagy társadalmi folyamatokat képviselő hatalmi személy érvényesülni az egyén. De ez már ugye egy erődő folyamatról szól szerintem. És akkor ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet!